Téti István, Manfred és Anton téli szünet. Jég. A téli szünet első napján szakadni kezdett a hó. Mire a gyerekek felébredtek, már vastag fehér takaró borította a fákat és a háztetőket. Manfred kinyitotta a szemét, felült, majd az ablakhoz lépett és felhúzta a redőnyt. Anton, gyere fel gyorsan, ezt nézd meg! testvére felriadt álmából és kiugrott a takaró alól. Mi, 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 mi történt? kérdezte izgatottan. Oda néz, öcsikém, mekkora hó van kint válaszolt Manfred, és kinézett az ablak felé. Ebben a pillanatban a felkelő nap előbukkant a ház mögül. Sugaraitól ezernyi szikrát szórt a kertet borító hó. Ó, milyen gyönyörű álmélkodott Anton és ott van kulacs mutatott hirtelen a fekete rigóra, ami éppen leszállt az egyik tölgyfa faágára akasztott madáretetőre. Manfred nevezte el kulacsnak a madarat, amelyik rendre visszajárt hozzájuk falatozni az etetőbe rakott finom magvakat. – Menjünk el a tóhoz! – javasolta Manfred. – Már biztosan befagyott, csúszkálhatunk rajta. – Hát, nem hiszem, hogy apa megengedi – vetett ellen Anton. – akkor nem mondjuk el neki. Kacsintott Manfred. A két fiú felöltözött, és lerohant a lépcsőn. Apa az étkezőben ült, gőzölgő teás a kezében újságot olvasott, anya pedig épp kilépett a konyhából egy hatalmas tálcával a kezében, ami tel is tele volt finomságokkal. Jó reggelt, mosolygott anyukájuk. Jó reggelt, apa és anya, köszöntek a gyerekek, majd egymás szavába vágva kiabálták lelkesen, hogy esik a hó, és milyen gyönyörű, és elmennek a dombra hóembert építeni most azonnal. A tóról persze egyetlen szót sem ejtettek. Előbb reggelizetek meg, mondta apa. Előttetek az egész nap, nem kell sietni. Ó, igen, jutott eszébe Manfrednak. Ma van a karácsonyi szünidő első napja két hétig nem kell iskolába menni. Nem tudta miért, de valahogy úgy érezte, izgalmas lesz az idei tél. Nos, ebben nem tévedett. Azt viszont legvadabb álmában sem gondolta volna, milyen kalandok és veszélyek várnak rá és öccsére az elkövetkezendő napokban. Kicsivel később Manfred és Anton nevetve gázoltak a érő hóban, Ravasz, a kiskutyájuk, mellettük csetlet, botlot, csak a feje és két hegyes füle látszott ki a mindent beborító fehérségből. Átvágtak az első udvaron, kiléptek a nagy kovácsolt vas kapun, majd az akácos úton a dom felé indultak. A tó negyedórányi járóföldre volt az otthonuktól, most az időjárás azonban megnehezítette az odajutást. A hirtelen feltámadó szél arcukba fújta a havat, Lábuk meg megcsúszott, ahogy felfelé kapaszkodtak az emelkedőn. Manfred gesztenye foágból készített túraboktyára támaszkodott menetelés közben, és a meredek részeken segített Antonnak, kézen fogva húzta őt maga után. Arcuk kipirosodott, és zihálva vették a levegőt, mire a tóhoz értek. – Oda néz, Anton! – kiáltotta Manfred, amint kilépett a tavat a domtól elválasztó erdőfái közül. – be van fagyva. Futni kezdtek, és Anton azonnal rá akart rohanni a jégre, de magtól megfogta a karját. Várj, szólt rá az öcsére. Előbb nézzük meg, milyen vastag a jég. És különben is, lassan menj rá, mert elesen. Bottyával megkocogtatta a befagyott tó felszínét. A jég nem tört be, és amikor erősebben ütni kezdte, akkor is tartotta magát. Ezután lábával óvatosan rálépett, majd dobbantott párat, ám a jégpáncél meg sem reppett. – Jó lesz, – mondta Manfrén. Akkor gyerünk, – vigyorgott Anton, és elindult a tó közepe felé. Óvatosan lépkedett, aztán Anton nekiíramodott, és vidáman sikítva csúszott egyet csizmája talpán, kezével egyensúlyozva. Kacagva játszottak a befagyott tavon, először csúszóversenyt rendeztek. Egy hosszú nátszállat tettek a jégre, ami a startvonalat jelezte, innen siklottak, és aki messzebbre jutott, az nyert. Utána kerestek a tópartján két faágat hókjütőnek, meg egy fenyőtobozt, ami a korongot helyettesítette. Nádakkal kijelölte két kaput egymással szembe, majd kezdetét vette a jégkorong mérkőzés. Miután mindketten ötször találtak be az ellenfél hálójába, Manfred azt javasolta, legyen hirtelen halál. Vagyis az nyer, aki belövi a következő gólt. A fenyőtobozt a tők közepére helyezték, majd mindketten a saját kapujukhoz álltak egymással szembe felkészülni. Vigyáz. Rajt! üvöltötték. Manfred egy pillanattal később indult, mint Anton, ám mielőtt a tó közepéhez ért volna, megcsúszott, elvesztette az egyensúlyát. Anton nyílegyenesen száguldott, és amint a tobozhoz ért, meglendítette görbe végű botját. Hatalmas erővel sikerült megütni a száraz fenyőtobozt, amit apró darabokra hullott. A nagyobbik fiú megfordult, és rohant vissza, majd elvetődve hason csúszott a jégen, hogy ütőével eléri a tobozt, ami épp földet ért, és siklott tovább egyenesen a kapufákat jelölő két nátszál közé. Gól! üvöltötte Anton, miközben Manfred még mindig csúszott a part felé. Gól, gól, gól! Gól, gól, gól! ismételte Anton, és felugrott a levegőbe, kezét diadalittasan a magasba lendítve. Az ugrást követő becsapódástól megrepet lága alatt a jég, amit olyan hangos recsenés kísért, mintha erdöldült volna egy puska. Anton mindkét oldalán hosszú cikk jelent meg a megfagyott víz felületén, majd újabb hangos roppanással egy harmadik és egy negyedik. – Manfréd! – kiáltotta kétségbeesett hangon. – Megrepett a jég! Mozdulni sem mert az ijegységtől. Manfredot a csúszás lendülete a partig vitte, most felpattant és rémülten nézett Antonra. – Maradj ott, érted, megyek! – rikoltotta öcsének, és a part mentén futni kezdett felé. Ám mielőtt a közelébe ért volna, Anton alatt beszakadt a jégpáncél. A kisfiú egyik lába a jeges vízbe csobbant. Elesett, felsikoltott, majd kirántotta a lábát a sötéten tátongó jeges mélységből, és futni kezdett a part irányába, ahol Manfred állt. De csak párat tudott lépni. Már is megmozdult alatta a jég, ahogy ketté vált az egyik repedés mentén, és ő hasra esett. – Ne mozdulj, Anton! – ordította Manfred. – Segíts, Manfred! El fogok süllyedni! maradj fekve, és kezdj elkúszni óvatosan. Anton engedelmeskedett, lassan vonszolni kezdte magát a jégen. Ismét roppanást hallott maga alatt, és egy újabb csík jelent meg az arca előtt. Kúsz a másik irányba, hallotta bátya hangját. Irányt váltott, és még lassabban kezdett araszolni a tóparti nádas felé ám a tucatnyi repedéstől meggyengült jégpáncél nem bírta tovább Anton súlyát, sorra jelentek meg az újabb repedések, és amikor hátra nézett, látta, hogy mögötte több helyen szétválik a felszín, felfedvén a sötéten fenyegető vizet. Sírva fakadt. Az, hogy Anton hogyan menekül meg ebből a veszélyből, a következő alkalommal kiderül.